Üdvözletem és a legjobbakat a mai videómban egy sorozatot kezdek el a 600. feliratkozásnak köszönhetően, és emiatt egy olyan videót fogok bemutatni, mely egy 6-os csoport része, illetve plusz 1-nek, illetve talán plusz 2-nek lesz a bemutatása, melyben bemutatásra kerül Combiner Wars Devastator, és minden egyes komponensének egy-egy külön videója lesz, szóval mindenféle mellébeszélés nélkül, íme Transformers Combiner Wars Devastator Scrapper, szóval, ahogy láthatjuk, íme itt van előttünk a maga teljes mienségében ez a rendkívül kis tömör figura, és itt kell, hogy megjegyezzem az egész szériára jellemző kis apróságot, hogy ezek a figurák tulajdonképpen deluxe elgondolásokkal lettek Voyager Class méretű dolgok, tehát aki nem ismerné a Transformers terminológiát, kifejezéseket, egy közepes méretű figurából lettek közepesen nagyobb figurák a legnagyobbakhoz képest, így alkothatnak együtt hatan egy titán méretű gigantikus figurát, anélkül, hogy több komponenset kéne alkossanak, mint sem ami egyébként lenne belőlük. Szóval igen, ahogy láthatjuk, Scrapper a konstruktikonok vezetője, ezen módjában egy igencsak tömör, gyönyör kis markolóként jelenik meg, ahogy a konstruktikonokra jellemzően mindegyikük egy-egy munkagép a maga igencsak meggyőző UV-zöld és lila színezetével. Embátor ahhoz, hogy megnézzük, hogy mekkora is őkelme, képbe hozzuk kedvenc mérő emberkénk közül LEGO emberkénket és LEGO technik emberkénket, hogy mérvadóan mutassa, hogy mekkora is egy komponense a csapatnak. Igen, őket félretéve képbe hozzuk kedvenc mérőmanunkat, kivel megállapítjuk, hogy Scrapper az ő teljes hosszúságában 16,5 cm-es. Nos, még nem váltól válik, hanem csak úgy keréktől kerékig való távolsága, pedig körülbelül 8,5 cm-es magassága szempontjából, pedig durván, lássuk, 6 cm-es, igen. Szóval tulajdonképpen jármű módjáról ennyit, hogy ő képes és gurul, illetve az elejénél a kis markolót képes egy, kötője két ponton mozgatni, hogy milyenségében milyen legyen. Igen. Nos, ezen figuráknak három módjuk van. Van a jármű, van a robot, és van a combiner csatlakozáshoz szükséges módjuk. Ezen videóban mind a hárman át fogunk menni, és az utolsó videóban csupán ezeket fogjuk kombinálni időspórolás véget, tehát a következő lépés gyanánt átalakítjuk Scrappert. Nos, íme itt van kézbe véve Scrapper, és hát mivel lényegesebben egyszerűbb jármű módból átvinni a combiner módba, ezért ezt mutatom meg nektek, tehát ehhez nincs más dolgunk, mint sem behajlítjuk itt a markoló részét, és a markoló részen látható aprós kis csatlakozót ide rögzítjük, így egy eléggé hallatos kattanással, és ha ezzel meg vagyunk, akkor a kezét fogjuk, kihajtjuk, átforgatjuk, és ide vissza rögzítjük ígyni, és íme, mi még előtte ezt a részt és ezt a részt felhajtjuk így, és íme a combiner végtagként funkcionáló csatlakozás miensége, tehát láthatjuk, hogy igen csak egyszerű jármű módból átvinni ebbe az üzemmódba, tehát láthatjuk, hogy ez már egy mekkora lábat eredményez. Most csak a magasságot fogom mérni, tehát ahogy láthatjuk, már önmagában a lábának a fele a figurának 19 cm, tehát ez már sejtetteti, hogy mekkora is lesz a végső combiner. Nos, ebből a félig átalakított módból, tehát könnyebb is lesz robot módba mennünk, ehhez nincs más dolgunk, mint sem szétválasztjuk a lábakat, így né. Kihajtjuk föntről ezt a részt ide le,
összecsatlakoztatjuk, ugyanezt a másik oldalt megismételjük, itt csak annyi dolgunk van, hogy ezt a kis portot ide rácsatlakoztatjuk ide, írni. Ha kedvünk van, ezt meg lehet forgatni, tulajdonképpen ez inkább a combiner módhoz szükséges, de kinek, miként, milyen ízlése van, ahhoz lehet igazgatni, írni, de most a robot módhoz csupán annyi dolgunk van, hogy innen kihajtjuk az egyik kezet, illetve innen a másikat, és végül, de nem utolsó sorban kihúzzuk Scrapper fejét úgy, hogy az egy kicsit kattanjon, és íme itt van előttünk Combiner Wars Devastator Scrapper a maga teljes mienségében. Igaz, mindig macerás, hogy hogy is legyen a hátán ez a nagy kis fogóka, lévén akárhogy teszi az ember, mindig útba van, talán így lesz a legjobb. Szóval íme itt van előttünk Scrapper a maga teljes átalakított mienségében, és rá is zoomolunk, így, né? És már tisztán látható is, hogy mekkora a figura. Nos, de a pontosabb méretek kedvéért, íme itt van mellett LEGO emberkénk és LEGO technik emberkénk, ahogy láthatjuk, egy méretes figurával van dolgunk, ahhoz képest, hogy csupán egy hatos kombájnőrnek egy tagjával van dolgunk. Igaz, ami igaz, a lore háttértörténet szerint ő alkotja Devastator csapatának, a konstruktikonoknak a vezetőjét, tehát ő a vezetője a konstruktikonoknak. Ehhez képest, hogy a Combinernek a jobb lábát alkotja, azt már nem tudom hova tenni. Én azt hittem, hogy a felsőtésztet képező Hook lesz a vezető, elévén ő tartalmazza Devastator fejét, de ez már csak egy egyéni dolog. Szóval nézzük is meg, hogy mekkora is Scrapper a maga mienségében. Nos, magassága szempontjából körülbelül 17 cm-es magassággal bír, szélessége szempontjából váltól vállig való távolsága nagyjából 10 cm, és mélysége szempontjából önmagában a robot csupán 4 cm, de ha hozzászámoljuk a markoló részt, akkor már nagyjából 7,5-8 cm-es. Szóval igen, közelebbről is megtekintve őkelmét, láthatjuk, hogy milyen kis morcona megjelenése van, de igencsak hű a G1-es mienségéhez. Feje föl le, körbe probléma nélkül mozog. Karja fölfele így körbe mozgatható, oldalra előre-hátra is mozgatható, ebből a szempontból kiváló. Csuklója is mozgatható, de könyöke nincs. Ez azzal magyarázható, hogy ő alkotja ugye az egyik lábát, a figurának ezért szüksége van mindenféle plusz támogatásra, hogy megtartsa az egész nagy Devastator testet az ő kis karján, de azért ettől függetlenül mégiscsak kényelmetlen, hogy ez azzal járt, hogy feláldozták a figurának a könyökét. Ez később Takara, azaz a japán kiadásban kompenzálása, megoldása került, de az amerikai, tehát az általános kiadásban ez sajnos problémás, szóval ennyivel kell beérjük. A figurának a törzse nem mozog, tehát ez fix, itt semmi lehetőség sincsen rá. Lába szempontjából lába előre ennyire megy, hátra ennyire megy, oldalra szépen kimegy, és térdés szempontjából pedig oldalra is hajlik, illetve a lába is kicsit oldalra megy, tehát mit ne mondja. A mozgathatósága egész jó, külleme nagyon jó, de hát azért mínuszpont azért, hogy nincsen könyöke egy 2010 utáni figurának, tehát azért egy kicsikét cikinek tartom én az részemről, de ettől függetlenül azért mégiscsak egy egészen tűrhető figura, szóval és tettel és egyebekkel ezen bemutatón igencsak gyorsan túl lettünk, de maradjatok velünk, ugyanis ezen hétnek folyamán, illetve ezen lejátszási listában majd találkozhattok a csapat többi tagjával is. Mindezek után pedig köszönöm, hogy megnéztem a videómat, amennyiben tetszett, kérlek hagyj egy lájkot, amennyiben megjegyzésed lenne, hogy netán Scrapper miért nem alkot egy más részét Devastatornek, vagy éppen, hogy melyik a kedvenc tagodak, konstruktikonokból, akkor itt hagyj egy kommentet, és hogyha kíváncsi vagy a csapat többi tagjára, vagy hasonló Transformers magatokra, akkor itt találhatod meg a csatornámon a feliratkozás után. Még egyszer köszönöm, hogy megnézted a videómat, és a továbbiakban is a legjobbakat. Sziasztok!